15. alkalommal rendezték meg a Bátaszék bajnokságot, amit már nagy izgalommal vártak mind a szervezők, mind pedig a versenyzők, hiszen a Covid időszak alatt nem lehetett ehhez hasonló tömegrendezvényeket tartani. A kényszerpihenő a karate szakosztályok utánpótlásának sem tett jót, nem lehetett olyan intenzitásra toborozni gyerekeket, ahogy azt a pandémiás időszak előtt. De most, hogy a korlátozásokat feloldották és a versenyzői bázis is megszaporodott, újra tatamira állhattak a karatékák. A bajnokságon a Bátaszék SS sportolói közül volt, aki egészen más szerepben próbálta ki magát. Én most bíráskodok először, eddig csak versenyeztem, már 11-12 éve, de jól érzem magam így is, hogy látom más szemszögből az egész történetet, és el tudnám magam így képzelni később, ha esetleg nem jön össze a versenyzés, és úgy látom, hogy van jövő ebbe a generációba, mert tényleg ügyesek. Kívülről teljesen más szemszögből látja az ember. Egyébként, ha visszanézünk egy saját meccsünket is, utólag rájövünk, hogy ja hát ez tényleg nem volt pont, tényleg nem kellett volna mérgelődni, de ezentúl máshogy fogok ránézni, ez szerintem egyértelmű, igen. A versenyen 4 karate klub vett részt, köztük természetesen a házigazda, a Bátaszék SE karate szakosztályának a sportolói is. Itt vannak a mohácsi barátaink, a Fadi tornai barátaink és a dombovári karatesuli résztvevői, és természetesen a Bátaszék esemény házigazda, a bátaszéki és szekszárdi karatékái. A mai napon több mint 100 versenyző van, és kb. 200 nevezés érkezett be. Ilyenkor azért a gyerekeket mindig arra buzdítjuk, hogy ne csak egy számba induljanak, hanem használják ki a lehetőséget. Ez egy utánpótlás rendezvény, ahol biztosítjuk azt számukra, hogy minimum 2 küzdelem, illetve tényleg biztosítjuk azt, hogy mindenki éremmel a nyakába fejezi be a mai napot, hiszen ez egy utánpótlás verseny, és ennek a legfontosabb eleme a pozitív attitűd, a pozitív viszonyulás magához a versengéshez, és a, pláne a karate versenyzéshez. A bajnokságon 4-5 éves kortól egészen 14 éves korig vettek részt a versenyzők. A kicsik számára ugye a karate úgynevezett gyerekközeli, vagy úgy mondhatom, hogy butított formáját hoztuk el. Van az úgynevezett kihon, amikor csak egy mozdulatsort kell ismételni. Itt akkor nem gabajodnak bele a versenyzők abba, hogy egy hosszabb mozdulatsort vagy mozdulatláncot kell eljárniuk, hanem csak egyet kell ismételniük. A másik ilyen forma pedig a szivacs küzdelem. A szivacs küzdelemnél pedig a szivacs gombóc felhelyezése a másiknak a mellényére, ami feladatként megoldandó itt a kicsik számára. A Bátaszék SE rangidő sportolói nem csak a tatamin voltak kihívás elé állítva, bíróként is kipróbálhatták magukat, erről is beszélt Nagy Ákos. Próbáljuk a top versenyzőket bevonni abban, hogy bíráskodjanak. Nem azért, mint hogyha most a bírói pályát próbálnánk nekik eléjük tálalni. Persze lehet, hogy lesz belőlük bíró, nem lehet tudni. Van olyan srácunk, aki annak idején versenyző volt, és ma már nemzetközi bíró. De inkább azt szeretnénk láttatni velük, hogy nézzék meg egy kicsit a másik oldalt, mert nagyon könnyű kritizálni a bírókat akkor, amikor versenyzők vagyunk, de hogyha belekóstolunk abba, hogy milyen a másik oldal lenni, lehet, hogy versenyzőként is egy kicsit toleránsabbak vagyunk a bírók munkájával kapcsolatosan. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nekik is ez egy jó gyakorlási lehetőség, azért mi se fiatalodunk, tehát előbb-utóbb én azt gondolom, hogy valakinek vagy valakiknek át kell venni ezt a stafétát, és én azt gondolom, hogy abból lesz ma jó karmester, aki volt versenyző, volt edző, egy kicsit a versenyszervezésbe és a bírói részbe is belekóstolt, tehát hogyha minden hangszert megismerünk, akkor lesz belőlünk majd később jó karmester. Zárószóként Nagy Ákos azt is hozzátette, az ilyen bajnokságokon nem az érmek száma és a statisztika a legfontosabb, hanem az, hogy a gyerekek milyen érzéssel jönnek le a tatamiról, mert ha ez az érzés pozitív, akkor van létjogosultsága a versenynek.